A 2004-ben alakult AquaEse az elmúlt években több szervezettel működött együtt, de ezek a programok elsősorban a sport területére koncentrálódtak. Az egyesületnél a közelmúltban szintet léptek, eljutottak addig, hogy sportpszichológus segítségét is igénybe vegyék a minél jobb teljesítmény eléréséhez. A gyerekeket, felnőtteket, edzőinket képzi, és ő általa tulajdonképpen egy olyan csapat erő alakul és alakult már ki, ami a meccseken tapasztalva csak pozitív lehet számunkra, és ezeknek a színvonalas tréningeknek a megtartására találtunk egy olyan szervezetet, mint a Megyei Vadászkamara, mert tulajdonképpen a szervezet az tudja számunkra biztosítani azokat a termeket, színvonalat, amit mi is képviselünk itt Nyíregyházán már 18 éve, és a tréningeket itt tartjuk meg. Hétfőn már volt a lánycsapatunknak tréning, kedden voltak már a gyerekcsapat részéről, a nagy 18 éves családi napunkat közel 400 fővel itt fogjuk tartani, és örülnek, hogy egy olyan méltó környezetet találtunk, ahol tényleg színvonalában csak ránk fókuszál ez az egész, mert ez a két szervezet nem csak hogy a sportágat, hanem a környezettudatosságot is, és a jövőnket építve fontosnak tartja, ugyanúgy, mint a szemétszedést, amit mi összetervezünk a csapatainkkal, tagjainkkal együtt, és örülünk neki, hogy végre méltóképpen egy olyan helyet találtunk, ami biztosítja nekünk a tréningeknek a hátteret. A megállapodásban megfogalmazott célok illeszkednek az Országos Magyar Vadászkamara ifjúságneveléssel kapcsolatos koncepciójába. A legfontosabb programunk, programsorozatunk most a ifjúságnevelési program, és ebbe tökéletesen beleilleszkedik. Ugye itt arról van szó csak, hogy a gyermekek szintjén ismerjék meg azt, hogy miről szól a vadászat, és a későbbiek során ezt elfogadják, semmi másról nem szólunk. A sajtótájékoztatón az elnök elmondta, hogy augusztus 27-én Tiszadobon az Andrássy kastélyban tartják majd az Országos Vadásznap rendezvényeit.